Üdvözlöm Önöket! A csendőr, csendőrség szavak még ma is gyakorta indulatokat, félelmet keltenek, pedig valójában ez Európában megszokott rendfenntartó szervezet volt. A kommunista propaganda azonban kollektív bűnösnek kiáltotta ki őket. A Jancsóféle filmekben a csendőr lett az elnyomás jelképe. Milyen szerepük volt a deportálásban, és hogyan üldözték őket és családjaikat 1945 után? Ennek járunk utána az M5 História mai adásában. Milyen szervezet volt a csendőrség, és milyen feltételeknek kellett megfelelnie annak, aki csendőr akart lenni? Hamar Donát ezt a kérdést teszi fel. Jámbor Flóra riportjában azt járja körül, hogy milyen szerepet játszott a csendőrség a magyar zsidóság deportálásában. Ki volt Kudarr Lajos, és hogyan mentett embereket a nyilas terror idején? Jámbor Flóra ennek jár utána. Pöfeszkedő, darutollas elnyomók. Ezt a képet őrzik a legtöbben a magyar csendőrségről. Jó részt a kommunista propaganda, illetve a csendőröket lejárató filmek, könyvek miatt. De miért volt szükség rájuk a 19. század végén, és milyen szerepet játszottak a vörös terror utáni rendteremtésben? Ennek járt utána Hamar Donát. A magyar királyi csendőrség még 1881-ben alakult meg, hogy a vidék közbiztonságát felügyelje. A dualizmus széthullását, a vörös terrort és Trianont követően a lassan konszolidálódó belső biztonság megteremtésében játszott komoly szerepet. Hogy hol van a határvonal a csendőrség és a rendőrség között, illetve mi volt a csendőrség fő feladata a Horthy korszakban, ennek járok ma utána. Itt 1919-ben az alapokról kellett a csendőrséget újjáépíteni. A tanácsköztársaság alatt megszüntették magát a testületet, feloszlatták, egyes tagjai beléptek a vörösőrségbe, kellett egy olyan testület, amelyik képes fenntartani a rendet. A városokban, a nagyobb városokban ez volt a rendőrség, míg a vidéken ezt a szerepet újra a csendőrség tudta betölteni, és igazából ebben az időszakban, 1919-től egészen a II. Világháborúig még jobban is be tudta tölteni a csendőrség ezt a szerepet, mint a korábbi években, és a megbecsültsége is sokat nőtt ezen időszak alatt. A csendőrség az katonailag szervezett fegyveres őrtestület volt, tehát a belső függelmi viszonyok katonailag voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt, és az ellátás tekintetében is a katonai volt. Hát nem is beszélhetünk egységes rendőrségről. Csak 1919 után, amikor létrehozták a Magyar Királyi Állami Rendőrséget. Itt maga a csendőrség vezetése vagy felügyelete is annyiból változott, hogy egy-egybe a belügyminisztérium alá helyezték. Mindig egy honvédtábornok volt a csendőrség felügyelője, de maga az irányító szerv az a belügyminisztérium lett, mint rendfenntartó erőnek. Ez egy nagyon kemény, válogatott gárda volt. A csendőröket itt a Böszörményi úti csendőrlaktanyában képezték ki, amely jelenleg is fontos helyszíne a rendészeti szakemberek továbbképzésének. Lehet, hogy ez ma már humorosan hangzik, hogy minden csendőrnek írni, olvasni kellett tudni, az négy alapműveletet ismernie kellett, és azon a nyelven is valamit kellett tudni beszélni, amilyen nyelven ott a lakosság él. Az, aki csendőr akart lenni, az 19 és 40 év közötti nőtlen vagy özvegy férfi lehetett, akinek nem volt gyermeke. Arra is olyan odafigyeltek, hogy mivel itt ugye a vidéki lakosságot kellett szolgálni és segíteni és megvédeni, tehát a csendőrök azok csak és kizárólag vidéki fiatalok lehettek, általában olyan szegényparaszti sorsú fiatalok, akiknek ez egyébként egy nagy előrelépési lehetőséget is jelentett társadalmi szinten, tehát ezzel ők a vidéki középosztályba léphettek elő. Olyan kötöttségek is voltak a fegyelem tekintetében, hogy nem akart mindenki ide menni, de később, amikor már látta a lakosság, hogy ez nem ellenük van, hanem értük van a csendőrség, és hogy a normális ellátást kapnak a csendőrök maguk, akkor már túljelentkezés volt, és ebből a túljelentkezésből a legértelmesebb és a fizikailag legjobb állóképesen rendelkező réteget már a testület le tudta szedni, és így módon egy nagyon stabil állományt hozott létre. A kiképzés az rendkívül hosszú és megerőltető volt, mind fizikailag, mind szellemileg. Hát másfél év volt egy csendőrnek a kiképzése, utána pedig nem maradhatott a lakóhelyén vagy a lakóhelyéhez közel, tehát általában 3-5 évente áthelyezték a csendőröket azért, hogy ne lehessen őket részrehajlással vádolni.
Maga a munka is kemény volt, mert havi 180 óra kortyázó szolgálatot váltak el egy rendőrtől, ennek keretein belül pedig folyamatosan neki vizsgálnia kellett azt, hogy az ő területén milyen bűnesetek lehettek, vagy hogy hogyan tudja fenntartani eközben a rendet. Mellette pedig neki a társadalom egy fontos személyének kellett válnia. Tehát ugye csendőr nem lehetett írástudatlan. A csendőrségen belül olyan szabályok voltak, hogy ott a túlkapás fehér holló volt. A csendőrségnek 80-valahány szabályzata volt a fennállás alatt, mindent nagyon alaposan, részletesen szabályozták, de annyira, hogy a csendőr ősi irodában meg volt határozva például, hogy a vonalzót hol kell tartani. Most bárhova bement egy elöljáró ellenőrizni, akkor az íróasztalnál a jobb sarkában volt egy szög, és azon lógott a vonalzó mindenütt az egész országban. Tehát itt egy egységes rend volt, és ennek a rendnek az volt a célja, hogy a lakosságnak a közbiztonságát fenntartsák. Ebben az időszakban a csendőrségnek a bűnmegoldási aránya az 80% felett volt mindvégig, miközben nem volt elavult bűneset. Tehát ahhoz, hogyha elképzeljük, hogy mind ment keresztül a magyar társadalom az első világháború utáni kaotikus időszakban, és hogy a trianoni békediktátumnak milyen következményei voltak az ország szétszakításától kezdve a gazdasági szankciókon keresztül egészen a társadalmat érintő lépésekig, akkor azt látjuk, hogy itt talpra kellett állítani a magyar társadalmat politikai, szociális, gazdasági értelemben egyaránt. Tulajdonképpen máig példamutató értékű hatékonysággal működött, és a hatékonyságot nem csak a statisztikai adatok alapján lehet megvizsgálni, hanem azt is, hogy abban hány ember van, ugye, mennyit fordítanak rá összegszerűen, és így tovább. És hát ilyen szempontból a csendőrség nagyon hatékony volt, tehát vidéken 12 ezer ember tartotta fenn a rendet a történelmi Magyarországon, és később a trianoni határok közötti Magyarországon. A rendőrség az alapvetően a városokban a városi feladatot látta el, míg a csendőrség kifejezetten a vidékre összpontosított, és az is egy nagyon fontos különbség, hogy olyan fajta módon, ahogy a vidéken a közösségi életbe részt tudott venni a csendőr, ez a rendőrnek a nagyvárosokban nem állt rendelkezésére, és nyilván általánosságban másabbak voltak a bűnesetek is. Egy fegyveres rendvédelmi testületnek a megítélését mindig az biztosítja, hogy a lakosságért mit tesz, a rendet hogy tudja fenntartani, és bizalommal fordulnak hozzá az lakosság tagjai, vagy sem. Na most a csendőrökhöz bizalommal fordulták, mert érezte a lakosság, hogy az ő érdekében működik. Gyakorlatilag ő a társadalomnak egy hasznos tagja és aktív tagja kellett, hogy legyen, magának a közösségnek egy építő jellegű személyévé kellett válnia magának a csendőrnek. A 20-as évektől Magyarországon kulcs szerepet kapott a csendőrség. Ők teremtették meg vidéken a közbiztonságot. Ők biztosították a rendet. A bejátszóban ugye azt is láthattuk, hogy válogatott csoportról volt szó. A téma szakértőjét, Vince Gábor történészt kérdezem most, hogy mi volt a csendőrök szerepe, mi volt a helye a Horthy rendszerben, hogy utasíthatták őket például? Van egy jelentős különbség a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Rendőrség között. Az utóbbi hatósági közeg volt, tehát önállóan jogosult volt fellépni, míg a Magyar Királyi Csendőrség, illetve a csendőrök, azok nem voltak hatósági közeg, tehát a helyi közigazgatás, legyen az falusi jegyző, főjegyző, alispán, stb., utasíthatták. Sőt, utasították a csendőröket bizonyos fellépésre, hogy egy konkrét példát mondjak, választási kampány. És oda az ellenzék, konkrétan Endrődön volt ez a hírhedett endrődi sortűz, Endrődre elmegy a Független Kisgazdapárt képviselő jelöltje, a helyi víró az utolsó pillanatban, amikor összegyűlt a tömeg, letiltja a gyűlést, a választási kampánygyűlést, és hát persze az emberek elégedetlenkednek, és egyszerűen kirendelik a csendőrséget, nem önként mennek ki, hanem kirendelik őket, és amikor a tömeg elkezdi
dobálni inzultálni a csendőröket, akkor kötelességük, hogy megvédjék magukat, és hát így keletkezik a csendőr sortűz, aminek halálos áldozata is vannak. Na most emiatt a csendőröknek, miután nem tudják az emberek, hogy a csendőrök nem önként mentek oda, hanem kirendelték őket, utólag a csendőrök voltak az ideális bűnbak. Utólag igen, de akkoriban egyébként milyen hírük volt? Hát erre azt kell mondani, hogy amikor egyszerű tyúktolvajt is megtalálnak, föntartják a rendet vidéken. Természetesen aki nem követett el bűnt, az örült neki, hogy a csendőrökre lehet számítani. Tehát megbecsültségük volt, arról nem is beszélve, hogy korábban elhangzott, hogy a csendőrök, most nem a tisztekre gondolok, a csendőröknek a döntő része szegény paraszti családból származott, tehát azt is lehet mondani, hogy a mi gyerekeink a csendőrök. De azért voltak egyébként ilyen hatékonyak, ugye kiemelkedő hatékonyságú volt ez a szervezet, azért voltak ilyen hatékonyak, mert pontosan ismerték a közeget, amelyben éltek, és amelyből egyébként részben származtak is? Igen, és azt kell mondani, hogy miután járőröztek, ezt úgy mondták régen, hogy portyáztak naponta az adott területen, a csendőr körzethez tartozó településeken, szinte mindenkit névvel, arccal ismertek, tehát egy idegen felbukkant egy faluba, akkor pontosan tudták, hogy ez nem helybéli. Na most 12 ezres létszámról beszélnek, ez megmarad a 30-as években is. A csendőrségnek a szerepe, a súlya más-e a 30-as években, mint a 20-as évek elején, közepén? Hát tulajdonképpen nem. A csendőrség létszám akkor kezd el növekedni jelentősen, amikor a terület bővítések vannak, tehát visszatér a felvidék déli része, Észak-Erdély és aztán a Bácska, akkor új csendőrkerületeket kell létrehozni, és ezáltal a csendőrség létszáma is megnő. A 1950-esek elején egy AVH-s feljegyzés szerint akkor körülbelül 15 ezer főre becsülik a volt csendőrök létszámát. Tehát ennél nagyobb volt a világháború alatt, hisz egy részük még 50-esek elején is szovjet hadifogságban volt, egy részük pedig több ezren nyugaton maradtak, nem jöttek vissza Magyarországra. Innen folytatjuk majd rövidesen. A második világháború a csendőrségre is végzetes hatással volt. A kommunizmusban csak azt hangsúlyozták a testületről, hogy vezető szerepet játszott a magyar zsidóság deportálásában. De mi volt a bűnük, s akadtak-e hősök közöttük? Jámbor Flóra riportja következik. 1944. július 6-án Budapest lakói arra ébredtek, hogy páncélosok lepik el az utcákat. Ezúttal azonban nem német lánctalpasok, hanem magyar harckocsik nyomultak a fővárosba. Az első páncélos hadtest Horthy Miklós kormányzó jeladása nyomán Koszorús Ferenc ezredes parancsára jelent meg. A páncélosok elzárták a Budapestre vezető utakat, és a koszorús akciónak köszönhetően meghiúsult a budapesti zsidóság tervezett deportálása. Mai napig ellentmondásos annak a megítélése, hogy a koszorús akciót Horthy vajon azért rendelte el, hogy a zsidóknak segítsen, vagy esetleg egy csendőrpuccsot szeretett volna megakadályozni. Mennyire volt reális ebben az időszakban egy csendőrpuccs? Röviden így tudom mondani, hogy kizárta volt. Magyar Király csendőrséget a kormányzó ellen felhasználni képtelenség. Ez inkább egy kitaláció volt, egyfajta álca, amivel el akarták rejteni azt a tényt, hogy a reguláris magyar honvédséget a magyar rendvédelmi szervekkel szemben tervezik felhasználni a fővárosi zsidóság deportálásának a megakadályozására. Mi volt a szerepe a csendőröknek a deportálásban? Ők egyszerű parancsvégrehajtók voltak, vagy esetleg volt saját döntési jogkörük is az eljárások folyamán? A csendőrség parancsot teljesített, ők, ha azt mondták, hogy jobbra kell menni, jobbra mentek, a balra. Saját
hatáskörben nem jártak el. Nekik volt egy bibliájuk, ez volt a szervezet és a szolgálati utasítás. Az abban lefektetett elvek alapján működtek mindig. A csendőrséget és a rendőrséget, mint a rendvédelmi szervet, különösen ugye a hadműveleti területnek nyilvánított területeken szigorúbb szabályok kötötték. Senki nem tagadta, hogy előfordult egy-egy csendőrpofon. De azok a történtek, amelyek erősen az AVH történetehez kötődhetnek, azok nem voltak jellemzőek a csendőrségre. Természetesen voltak szélső jobboldali figurák, akik örültek annak, hogy részt vehetnek az ország zsidó lakosságának az elszállításában. Mi történt volna, hogyha egy csendőr nemet mond egy parancsra? Mi lett volna a retorzió? Ez parancs megtagadás, és erre megvannak a megfelelés, a hadbíróság. Később a népbíróságon sokan érveltek azzal, hogy fejbe lőtték volna, hogyha nemet mond. Én ilyen példát nem találtam. A rendőrség egy polgári testület, ellentétben a csendőrség, amelyik katonailag szervezett őrtestület, ami azt jelenti, hogy katonai fegyelem alatt áll, és ennek megfelelően járnak-e vele. Én egyetlen olyan esetet sem találtam, amikor kivégeztek volna, vagy komolyabb testi bántódása esett volna egy csendőrnek, rendőrnek, azért, mert nemet mondott volna a deportálásokban, vagy a gettósításban való részvételre. Elterjedt a köztudatban, hogy brutális módszerekhez, embertelen eszközökhöz folyamodtak, amikor a zsidóság begyűjtéséről volt szó. Az ember olvasta arról, hogy a csendőrök gumibottal vertek X-et, Y-t, csak a csendőrségnek nem volt gumibotja. A csendőrség felügyelőjének a álláspontja végül is az, a gumibot nem fegyver, a gumibot verekedésre való, a csendőr pedig nem verekszik. Ezek során a vallatások során, amelyek a gettókban voltak, elsősorban ugye az elrejtett vagyont keresték. Biztos, hogy voltak olyanok, akik megengedhetetlen eszközökhöz folyamodtak, adott esetben egyéni haszonszerzés vezethette őket, de ez nem volt jellemző a testület egészére. De azt is alapvetően érdemes látni, hogy voltak olyan csendőrök, akik tisztességesen viselkedtek a zsidókkal, vagy a letartóztatott zsidókat elengedték, vagy szemet hunytak a felett, hogy illegális iratokat mutattak nekik. Tehát azért az emberségre is volt lehetőség és példa is. A nyilas hungarista hatalomátvétel után a svéd királyi követséget Budapesten csendőrök őrizték, és ezen a követségen a csendőrök jól tudták, hogy mennyi zsidót bújtatnak a svédek. Senkit nem jelentettek föl, senkinek nem szóltak. A csendőrség tagjának a többsége sem tudott azonosulni nyilas hungarista hatalomátvétel után azzal az eszmével. De ettől függetlenül ők úgy gondolták, hogy Szálasi Ferenctől és a hungaristáktól függetlenül ők az országot vagy a hazájukat védik. Hogyan kell elképzelni a csendőrök testületét? Nagyságrendileg hány főt számlált ez a testület, és közülük hányan vettek részt a zsidók deportálásában? Ebben az időszakban körülbelül 20 ezer fő lehet tenni a Magyar Királyi Csendőrség létszámát. Nem segíti a tájékozódást az, hogy a csendőrség iratok döntő többsége eltűnt, valószínűleg Moszkvában vannak. Ha mind a 20 ezer csendőr deportálással foglalkozott volna, akkor ki foglalkozik a közbiztonsággal? Ugyanúgy fönn kellett tartani a portyázó szolgálatot, a járőrszolgálatot és így tovább. Máig van erről vita, ellentétes források. Tudunk olyan településekre, ahol csendőrök, rendőrök is részt vettek benne, vannak olyan források, ahol állítólag németek is részt vettek benne. Megint vannak olyan források, amelyek a és zsidó tanácsnak a szerepét emeli ki. Egy biztos, hogy Európa egyik legjobban szervezett és legjobban működő közbiztonsági őrtestülete volt, amely az 1944 áprilisi, májusi időszakig, ha itt tekintjük a történetét, ugye a közbiztonság esetében 85-90%-os felderítési mutatókkal rendelkezett. A csendőrség felügyelője, katonai parancsnoka 1942-től Faragó Gábor altábornagy volt. Horthy Miklós megbízásából 1944. szeptemberében a fegyverszüneti küldöttség élén Moszkvába indult, ahol Magyarország nevében aláírta az előzetes fegyverszüneti megállapodást. A nyilas hatalomátvétel után a többi között emiatt megfosztották katonai rendfokozatától. Faragó Gábor katona volt, egy felkészült katona volt, egyébként tüzértiszt, aki különböző beosztásokat töltött be 1942-ig, amikor a csendőrség felügyelőjévé kinevezték. Volt természetesen egyfajta hierarchikus vagy bürokratikus szerepe ebben az egészben. Például van olyan minisztertanács, ahol arról beszél, hogy Nagyváradon micsoda csalódást okozott számára, hogy olyan sok ember rejtegette a zsidóknak a vagyonát. De olyan koronatanácsi jegyzőkönyvet is ismerünk, ahol ugye kiderül, hogy azokkal a csendőrökkel szemben, akik kegyetlenkedtek a zsidókkal a gettóban, szintúgy eljárást kezdeményezett. Faragó Gábort 1945-ben igazolták. Még a testület feloszlatás előtt. Tanúként azonban részt vett a Bakiék perén is. Ott mivel magyarázta a deportálásokat? Mi az, amivel mentette a csendőrséget? Faragó annyit tudott mondani, és azt tudta mondani, hogy végrehajtották azokat a parancsokat, amelyeket a belügyminisztériumból kaptak. Alapvetően úgy mutatta be a deportálásokat, mint egyfajta muszájt, amelyre szükséges volt együttműködni, szükséges volt ebben részt venni. Hogy a deportálások során elenyésző mértékben történtek atrocitások. A csendőrség felügyelője volt, az nem tud teljességgel kibújni a felelősség alól.
A magyar királyi csendőrséget a II. Világháború után 1945-ben feloszlatták. A csendőrök nagy részét igazoló bizottság vagy népbíróság elé állították, és háborús bűnösként elítélték. A testület eszközeit és minden jogkörét a magyar államrendőrség vette át. 45 után hogyan alakultak a csendőrsorsok? Ez egy örök bélyeg volt az ő esetükben. És azt mondta nekem egykor valaki, egy csendőrtiszt, és azt hiszem igaza volt, hogy bennünket, az a testületet értette, 1944-ben történtekként ítélnek meg, aminek mi részesei voltunk, de nem előidézői, és ezt nekünk soha senki nem fogja megbocsájtani. A csendőrség megítélése még a szakértők között sem egységes, tehát ismét Vince Gábort kérdezem, hogy történt-e fellépés a csendőrség részéről a deportálásokban való részvétel ellen? Ezt a történész kollégák nagy része elhallgatja, de a helyzet az, hogy 1944. április elején a belügyminisztériumban volt egy, hogy így mondjam, tájékoztató, ahol Ferenczi László közüli, hogy a csendőrségnek, mint testületnek részt kell vennie a vidéki zsidóság összegyűjtésében. Most ez ellen a jelenlévő Cigány József alezredes élénken tiltakozott, és az említett Faragó Gábort is tájékoztatta erről, kérve, hogy próbálja megakadályozni a belügyminisztériumban, vagy akár Horthy Miklósnál közben járva, hogy ezzel a aljas dologgal a csendőrség nevét ne szennyezzék be, és ne kelljen részt venni a vidéki zsidóság deportálásában. Hiába próbálkoztak ezzel, az akkori, mondjam így, náci barát belügyminiszter kijelentette, hogy a németek ezt már eldöntötték, a németek döntötték el. Horthy Miklós széttárta a karját, hogy ő nem tud semmit sem tenni. Gyakorlatilag a csendőrség vezetői próbáltak mindent megtenni, hogy ebben a valóban gyalázatos eseménysorban ne vegyen részt a csendőrség, de nem tehettek semmit, nem rajtuk múlt. Parancsot kaptak, és a parancsot teljesíteni kellett. Ugye ez az időszak 1944. március 19-e után van, tehát a német megszállás így után, van. Amikor a Sztójai kormány, hát mondhatjuk, hogy egy német bábkormány van Magyarországon, és majd csak június végén, július elején változik meg ez a helyzet. A Rákosi korszakra térjünk át, hogy azok a csendőrök, akik ezt megérték, a Rákosi korszakot, és Magyarországon maradtak persze, milyen sorsot értek meg? Gyakorlatilag másodrendű állampolgárra degradálják a volt csendőröket, és nem csak őket, magukat bünteti a jogszabály, hanem az egész családjukat. Meddig? 1990-ig gyakorlatilag? Hát én találtam olyan vizsgálati dossziét, ahol már nagyon idős 80 fölötti volt csendőről, még 1987-ben is jelentettek, akkor zárták le a dossziát. Tehát úgy fogalmazott az egyik AVH-s feljegyzés, hogy a fegyver nélküli hadsereg a volt csendőrség. Tehát egészen anakronisztikus, hogy mennyire féltek tőlük, idős, TS nyugdíjasok, és még mindig figyeltetik őket, csak azért, mert 45 előtt csendőrök voltak. 56-ban volt valami szerepük a volt csendőröknek? Hát egy részük igen. Jelentős részük kimaradt az eseményekből, főleg azok, akiket korábban internáltak, vagy börtönbüntetésre ítéltek, és éppen 56 előtt szabadultak. Tehát nyilván féltek attól, hogy megint előveszik őket, de főleg vidéken, amikor a nemzetőrségeket megszervezik, egy-egy kisebb faluba, hát a volt csendőr volt az egyetlen olyan férfi, aki értett a fegyverviseléshez, meg tudta szervezni a helyi védelmet, és akkor nem egy esetben
akár a nemzettőrség parancsnoka is volt. Na most a november 4-e utáni megtorlások esetében nem csak mint volt nemzetőr parancsnokot ítélték el, hanem dupla bűnt követettem, mert egyszer csendőr volt, azon kívül még 56-os ellenforradalmár is, tehát ilyenkor a dupla bűn az dupla büntetéssel járt. Köszönöm a beszélgetést. Hány magyar tudja vajon, hogy ki volt Vitéz Kudar Lajos, az a csendőr alezredes, aki életét kockáztatva is szembeszállt a nácikkal? Jámbor Flóra megidézi az embermentő hős alakját. Az ember életért mindent, ez volt Vitéz Kudar Lajos hitvallása. Az egykori honvédségi főhadnagy 1923-ban került a magyar királyi csendőrséghez. Később 1942-ben az akkor megalakult államvédelmi központ de facto első embere lett. Ezt a pozícióját felhasználva, életét kockáztatva segítette a magyar nemzeti ellenállást. Milyen érdemekre volt szükség ahhoz, hogy valaki a csendőrséghez kerülhessen? Kétszer kapta meg a másodosztályú ezüstfokozatú vitézségi érmet. Az ellenséggel szemben tanúsított bátor magatartásáért. 1916-tól 18-ig mind az orosz, mind a román fronton többször hősiesen kitüntette magát. Ezeknek köszönhetően lett a vitézi rend soraiba választva 1928-ban. 39-ben aztán kitört a II. Világháború, ekkor nagyon sok lengyel menekült érkezett Magyarországra, akiknek a menekítésében Kudar Lajos is részt vett. Kárpátalja visszacsatolásával visszaállt ugye a történelmi lengyel-magyar határ egy szakaszon, és ezt tette lehetővé, hogy Lengyelországból több tízezer menekült érkezhessen Magyarországra. Nekik egy lakhatást kellett biztosítani, a gyerekeknek oktatást kellett biztosítani. A bizalmas dolgokat Kudar Lajos csendőr alezredes intézte. 1942-ben a Államvédelmi Központ helyettes vezetőjének Kudar Lajost nevezik ki. Ez egy államvédelmi csúcsszervezet, amely a rendőrségnek, illetve a csendőrségnek a nyomozó munkáját kell, hogy összehangolja, rálátnak az országos jelentőségű ügyekre, nyomozásokra, jelentéseket készítenek. Itt már hozzáfér bizonyos titkos dokumentumokhoz. Hogyan tudta ezt felhasználni az ellenállás segítésére? 1944-re már mondhatjuk, hogy kvázi ő volt az AVK első embere. Azt a feladatot kapta és azt a feladatot vállalta, hogy a német megszállás után minden erejével megőrizze azokat a rejtett csoportokat, erőforrásokat, akik ugyanezt a célt szolgálták. Kudar Lajos tagja volt a Magyar Függetlenségi Mozgalom nevű szerveződésnek, amely szintén 1942-től próbálta Teleki Pálnak a semlegességi politikáját és annak az alapvetéseit visszahozni és megvalósítani, illetve arra rábírni a kormányzót és a környezetét, hogy Magyarország különbékét tudjon kötni, ki tudjon válni a háborúból. Ezekben az előkészületi munkákban vett részt Kudar is. 1944 őszén Kudar Lajosék azt a feladatot kapták, hogy Faragó csendőr vezérezredest és stábját csempészszék ki a szlovákiai Zólyomba, mégpedig úgy, hogy ezt sem a magyar hatóságok, sem a német hatóságok, sem pedig a tiszói Szlovákia hatóságai ne vegyék észre. Ezért egy úgynevezett átszázó körutat hoztak létre, és ennek keretében kijátszották mind a három ellenőrzést. Zólyomba eljutották a delegációt fegyveres kísérettel, ahol egy repülő várta Faragóékat, és innen repültek Moszkvába. Ez egy bravúros dolog volt, a német hírszerzés magyar ügyekért felelős tisztje. Utólag a kudarcai közé sorolta, hogy erről az akcióról és Faragó Gábor átjuttatásáról ő nem tudott. Ez az akció, ha lehet így fogalmazni, az egyik legnagyobb sikere volt ennek a kis maroknyi szervezetnek. Milyen kockázatot vállaltak ezzel a küldetéssel? Életveszélyeset. A törvények alapján ellenséggel érintkezésbe bocsátkozni az hűtlenségnek számított. Tehát itt, akik ebbe az akcióba részt vettek, azokat normális esetben, hogyha elkapják, letartóztatják, akkor a honvéd vezérkar főnökének különbírósága elé állítják, és hűtlenségért, hát igen nagy valószínűséggel halálra ítélhetik. És hát ez volt aztán az, ami esetleg a gestapó figyelmét fel is hívta arra, hogy érdemes figyelni Kudart és társait. Igen, viszont itt megjegyezném azt is, hogy a nyilas hatalom átvételnek a napján, október 16-án
Kudarr Lajos tulajdonképpen hoz egy döntést. Neki meglettek volna a képességei ahhoz, hogy eltűnjön Budapestről, illegalitásba vonuljon és elbújjon, azonban ő a helyén maradt. Ezt azzal indokolta, hogy ahhoz, hogy segíteni tudjon, neki a pozíciójában kell maradnia. Kudarr többször titkos listákat csempészett ki a német biztonsági szolgálat által letartóztatni kívánt személyek névsorait tartalmazták, így ezek az emberek időben kereket tudtak oldani és el tudtak rejtőzni. Nyilván feltűnik, hogy Kudarr letartóztatásai nem túl eredményesek, ezután Kudarra terelődik a gyanú, követni kezdik, és először a családját helyezi biztonságba, és már meg is van a dátum, hogy december 5-én egy jezsuita szerzetesnek öltözve a Lőrinc pap téren ő is a rendházba menekülne. Kudarrt és társait 1944. decemberében a Gestapo letartóztatta. Kudarr Lajos fogságának utolsó ismert helyszíne a Belügyminisztérium épületének úgynevezett pokolpincéje volt. Raboskodásának és halálának pontos körülményei nem ismertek, holtteste soha nem került elő. Mit tudunk azokról a rabokról, akik bekerültek a budai vár pokolpincéjébe? Rendkívül kevés irat maradt fent ebből az időszakból, részben ugye a budapesti ostrom elképesztő méretű pusztításai okán, részben pedig azért, mert minden olyan iratot a kommunisták szándékosan eltüntettek, ami arra utalt, hogy itt Magyarországon nem csak a kommunisták hajtottak végre ellenállást, hanem volt egy nagyon komoly nemzeti ellenállás is. Ide megkínzott, a kihallgatások során megvert, éhező, nyomorult emberek kerülnek, és össze vannak zsúfolva ebben a helységben. 1945. február 11-én van az a nap, amikor Kudarrt és jó néhány társát kivégzik. Özvegye végigjárta az exhumálásokat Budapesten, de nem bukkantak férje földi maradványaira. Ezen nem igazán lehet csodálkozni, hiszen nagyon sok olyan holttest volt, amelyik már gyakorlatilag nem azonosítható formában feküdt. A csendőrség 1945-ös feloszlatása után megkezdődtek az igazoltatások. A kommunista hatalom világossá tette, hogy ellenségként tekint az egykori rendfenntartókra. A kollektíven megbélyegzett csendőrök előrejutását meggátolták, juttatásaikat megvonták. Családjaikkal együtt másodrendű állampolgárokká váltak. Sokukat életük végéig megfigyelték. 1947-ben Kudarr még megkapta a szabadságérdemrendet, ami az egyik legmagasabb rangú kitüntetés volt az ellenállásban résztvevőknek, és abszolút elismerték eleinte az ellenállásban játszott szerepét. 1948-ban azonban fordult a kocka. Érkezik a családjához 1948-ban egy levél, amit a fia szerint maga Rákosi Mátyás írt alá, amelyben úgy fogalmaznak, hogy nem merítette ki a tevékenysége az ellenállás fogalmát, és megvonják az özvegyétől az özvegyi járadékot. Sőt, az egész családot, tehát Kudarrt, volt feleségét és két gyermeküket kitelepítették Budapestről Tass községbe, és 1956-ig ki voltak tiltva a fővárosból. Nem Kudarr Lajos volt az egyetlen, akit azért jogtalanul csendőrként elítéltek. Hogyan nézett ki az igazoltatás folyamata? Hogyan, mivel tudta valaki bizonyítani, hogy ténylegesen részt vett az ellenállásban? Semmivel nem tudták bizonyítani. Értem ezt úgy, hogy nem fogadták el ezeket a bizonyítékokat. Az említett jogszabály ugye arról rendelkezett, hogy alapvetően a csendőröket nem is akarták igazolni. Ők bűnösök, kész. Több mint 90%-ukat nem igazolták, ez messze a legmagasabb szám, amit bármilyen hivatalos testület esetében feljegyezhetett az utókor. Önmagában az, hogy valaki csendőr volt, az már egy főben járó bűnnek számított. 1951-ben Budapestről egy nagyon nagy arányú kitelepítési akció zajlik, amivel körülbelül 13 ezer embert száműznek kényszerlakhelyre. Nagyon sok a honvédtiszti és a csendőri család, ugyanis a család fő alapján az egész családot vagy a rokonságot kitelepítették, vagy az özvegyeket. A csendőrök sorsa tehát nagyon sok esetben a kínvallatás, halálra verés, az emigrációba kényszerítés volt, nyugdíjukat megvonták, nagyon sokáig még szakmunkát sem végezhettek, nyomorúságos körülmények között tengődtek azok, akik itt maradtak. Akit esetleg felmentettek, az ténylegesen felmentett lett, vagy azért megfigyelések továbbra is maradtak a csendőrökkel szemben?
megfigyelték őket. Nyilván voltak olyanok, akiket megpróbáltak beszervezni, vagy sikeresen be is szervezték. Nyilvánvaló és megkerülhetetlen a csendőrség felelőssége az 1944-es deportálásokban játszott szerepükben. Ugyanakkor nagyon sok olyan csendőr volt, és nem csak Kudarr Lajos, aki pedig életét kockáztatva mentette embertársait. Kudarr Lajost 1990-ben rehabilitálták, majd posztumusz altábornaggyá léptették elő. A Magyar Nemzeti Ellenállás egyik alig ismert mártírjának és társainak emlékét egyetlen tábla őrzi, itt a Budai Várban, az egykori belügyminisztérium falán. Zétenyi Zsolt jogász egész életét az igazságtételre tette fel. Ügyvédként két volt csendőr rehabilitációs eljárását is sikerrel képviselte. Köszöntöm a stúdióban. Első kérdésem az lenne, hogy milyen csendőrügyeket vállalt el? Előre bocsátom, hogy én nem kerestem a csendőrügyeket, ezek megtaláltak engem. Az egyik, ugye az Kristóf László ügye volt, akit a Ságvári Endre meggyilkolásának hamis vádjával ítéltek halálra 1959-ben, és ki is végezték. Kiderült az ítéletből, hogy ő nem volt, egy jogszerű fegyverhasználat részese sem volt. Az, aki használt fegyvert Ságvárival szemben, az jogszerűen használta, de Kristóf még csak ezt se tette meg. Tehát az ő felvizsgálati eljárása az 2006-ban sikerre vezetett, és akkor is 2006 márciusában felmentett a legfelsőbb bíróság. Úgyhogy ez egy nagy konsternációt, megdöbbenést keltett bizonyos körökben, mondván, hogy a Horthy rendszert rehabilitálják, tehát magyarán a csendőrség a Horthy rendszerrel azonos. Sőt, olyan vélemény is volt, és ezt meg kell mondani, hogy a csendőrt akkor se szabad felmenteni, hogyha ártatlan. Tehát volt ilyen kérdésfeltevés, hogy rendben van, hogy ártatlan volt Kristóf László, de helyes volt-e, hogy felmentették? Ezek ilyen posztkommunista kérdésfeltevések, azt hiszem, de volt egy másik ügy is, ugye Képíró Sándoré, akit végül szintén felmentettek. A Képíró Sándor így van, az új délvidéki razzia részese volt, tehát a 1942. január 21-22-23-án zajló délvidéki razzia egyik eleme volt az újvidéki razzia. Ő ott volt jelen csendőr főhadnagyként, 96-ba települt haza Argentínából. Hogy milyen érzés háborús bűnösnek lenni? Hát Sándor bátyám, ugye 2006-tól 2011-ig viselte ezt a bélyeget, és 2011-ben emeltek vádat ellene. 5 évig ment ez a vádaskodás húzavona, és ez az eljárás 2011-ben teljesen tönkretette az egészségét, úgyhogy felmentette őt a fővárosi törvényszék katonai tanácsa, de néhány hónap múlva meghalt. Tehát a felmentése nem vált jogerőssé. Mit gondol arról, hogy a csendőrségnek a felmentése úgy általában megtörténti az 1945-ös, 48-as, 49-es vádak alól? Hát egyszerűen, ahol politikai nyomozószerv nyomozott, legyünk őszinték, a PRO, tehát az AVH elődje, és végig az AVH jogutódai, tehát politikai nyomozó főosztály, és így tovább, 88-ig, 89-ig, ott nagyon kérdéses az egész tényállás. Még akkor is a köztörvényes bűncselekményt állapítottak meg, mert el lehet, mert élni kell a gyanúperrel, hogy ezek koholt ügyek. Nos, hát ezeknek a megkönnyített felülvizsgálatát sem tette lehetővé a magyar törvényhozás a mai napig. Köszönöm a beszélgetést. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!